Korszerűbb, biztonságosabb lesz a közlekedés. 60-nal is lehet majd menni. Elhagyott és gazdátlan. Kalici vírusfertőzést is okozhatnak a gazdátlan fák gyümölcsei. Az egyháznak reformokra van szüksége. André Bulád egyiptomi jezsuita atya tartott előadást Pécsett. Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma, július 14-én hétfőn. Tartsanak velünk! Lecserélik a rendőrlámpákat Pécsett és a megyében. 1,3 milliárd forintból valósul meg a forgalom korszerűsítése egy országos programnak köszönhetően. Ebből Pécsett és Baranyában mintegy 87 millió forint értékben hajtanak végre fejlesztéseket. A közlekedés biztonsági csomag által modernebbek lesznek a rendőrlámpák, biztonságosabbak a zebrák és a szalagkorlátokat is kicserélik. Mindezzel a forgalom is gyorsabb lesz. Ezen a térképen is jól látszik, hogy mely területeket érinti a rendőrlámpák cseréje. A Pécsett átszelő hatos úton és a Pécsett érintő, illetve kivezető főbb útvonalak mentén lévő közlekedési jelzőlámpák cseréjét kezdik meg a napokban. Az autósok is várják már az újat, hiszen gyorsabb lesz ezáltal a forgalom. A rendőrlámpákat le kell cserélni a láthatóság szempontjából, a közlekedés szempontjából, hogy gyorsabb legyen, be kéne állítani folyamatos közlekedés, hogy mindig gyorsabban menjen ki a városba a közlekedés. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért mindenféleképpen szükséges. A műszerpark előregedett, új korszerű lámpák kellenek, melyek cseréje egy országos projekt keretében valósul meg. A magyar közút mintegy 1,3 milliárd forintból országos fejlesztéseket hajt végre. Pécsett és a megyében csaknem 49 helyszínen cserélik le a közlekedési jelzőlámpákat. A komplett fejlesztés 87 millió forintba kerül. A program több célt valósít meg. Meg az egyik az előregedett eszközparknak a minőségi cseréje, megújítása. Ezzel egy üzembiztonság növelést várunk, ledesítéssel energiamegtakarítást várunk, tehát az üzemben akkor ez olcsóbbá válhat, illetve egy távfelügyeleti egységes rendszer lesz, ez így országosan internet alapon, és hát reményeink szerint így könnyebb lesz a forgalomhoz igazodó programot, illetve működést megvalósítani. A tervek szerint a korszerűsítést követően például a Tüzér utcától nyugatra a városból kivezető úton 60 km/h sebességgel lehet majd közlekedni. A lámpák cseréje jövő héten kezdődik. 2014. július 1-ével új éra kezdődött a Pécsi Tudományegyetem életében, hiszen rektori ciklusváltás történt, annak ellenére, hogy a rektor személyében nem történt változás. Hétfőn egy kötetlen sajtóbeszélgetés keretében a régi új egyetemi vezetés elmondta, milyen célokkal, tervekkel állnak a következő 4 évhez, és milyen változásokat terveznek saját területükön. A tájékoztatón részt vett Bódis József rektor, Zeller Gyula gazdasági, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes, egyúttal általános rektorhelyettes, Berke Gyula oktatási rektorhelyettes és Tóth Kálmán tudományos és innovációs rektorhelyettes. A témához kapcsolódik mai vendégünk, Berke Gyula, rektor helyettes. Szeretettel köszöntöm itt a Pont ma stúdiójában. Ez itt sokkal. Néhány alap dolog már elhangzott az iménti percekben. Jelenleg nyáron mi történik az egyetemen, és mikor lesznek igazából átalakulások? Milyen jellegű változások várhatók? Hát most nyáron tulajdonképpen két említésre méltó esemény van, vagy hát különösebb jelentőségű esemény. Az egyik a felvételik, ami itt egyetemi szinten durván egy hetes folyamat, és e hét közepén kezdődik, és körülbelül a következő hét közepéig tart. A másik említésre méltó az pedig az, hogy közelmúltban kezdődött meg az egyetemnek egy átvilágítási folyamata, amelyik a szervezeti, működési, gazdálkodási viszonyokat tekinti át, és tesz majd javaslatot az egyetem vezetésének esetleges szervezeti működésbeli változásokra várhatóan a kora őszön. Ön oktatási rektor helyett és a saját szakterületén milyen tervei vannak, milyen elképzelések, esetleg változtatásokat? Őszintén megmondom önnek, hogy az első tervem az, hogy megismerkedem kicsit közelebbről és alaposabban az egyetem életével, mert hát noha azért a korábbi egyetemi tevékenységemből voltak tapasztalataim nyilván az egyetem működésével kapcsolatban, de azért én ugye a jogi karon dolgoztam sokáig, azért ez mégis más. Szóval egy 10 karú egyetem szinte megszámlálhatatlan szakjával,
egy viszonylag bonyolult igazgatási szervezetével azért igényel némi ismerkedést. Tehát ezt tekintem mindenképpen az első feladatomnak. Másodszorban meg azt kell mondjam, hogy hát nem előről kezdődik az egyetem élete most azzal, hogy rektor urat újra választották, illetve a köztársasági elnök újra kinevezte. Nyilván valami bizonyos folyamatok folytatódnak, közismert talán, hogy az egyetem nem olyan régen fogadta el a középtávú úgynevezett intézményfejlesztési tervét, de hát az is tény, hogy a rektor pályázatát a tavaszon hagyta jóvá a szenátus, és azért ezeknek az előbb említett dokumentumoknak vannak olyan sarokpontjai, amelyeket egyrészt tartani kell, másrészt meg célszerű is tartani, szóval egy ilyen nagy szervezetben az állandó ötletelés és a permanens forradalom nem egészen célszerű. Ugyanakkor azért említhető néhány lényeges folyamat általában, illetve hát néhány elképzelés. Általában azt kell mondjam, hogy egy ekkora egyetemnek azért mindennapos feladata az úgynevezett szakportfóliónak a fejlesztése, javítása, a társadalmi gazdasági élethez, kihívásokhoz igazítása. Ez egyébként az egyetemen a közelmúltban elkezdődött, és szép eredményeket is ért el az egyetem. Én ebben a tekintetben nagyon sokat várok a karok közötti együttműködéstől, az úgynevezett multidisciplinaritástól. Szerintem ez jelentős eredményeket hozhat a képzések megújítása tekintetében. Ezen kívül hát említhetők úgymond rész célok vagy rész tevékenységek, amelyek szintén figyelmet érdemelnek, és én igyekszem is ebben az irányban működni majd. Hát kiemelhetem ezek közül például azt, hogy hagyományosan az egyetem most már jó néhány éve egy nagyobb figyelmet fordít a külföldi hallgatóknak az egyetemre vonzására. Ezt változatlanul preferálni kell, noha egyébként az is tény, hogy az elmúlt időben lényeges eredményeket értem a Pécsi Tudományegyetem. Én azonban ennek a másik lábára is felhívnám a figyelmet ennek a folyamatnak, épp pedig arra, hogy én kiemelkedően fontosnak tartom azt, hogy a magyar hallgatók minél nagyobb számban és minél hosszabb ideig vehessenek részt külföldön, elsősorban Európában a szakterületükhöz kapcsolódó részképzésekben. Én ezt a magam tapasztalatából is, hát hogy mondjam, okulva, nagyon lényegesnek, szemléletformálónak tartom minden hallgató számára, és hát ha az európai felsőoktatás elmúlt 5-600 évét tekintjük, azért az tény, hogy ez egy lényeges eleme az európai felsőoktatásnak, szóval ugyanabban az iskolapadban nem lehet egy szakmának a lényeges tendenciáit feltárni. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen. Több napos hasmenést és kalicivírus fertőzést is okozhatnak a gazdátlan fák gyümölcsei. Egy általunk megkérdezett kertészmérnök szerint, ha tehetjük, ne fogyasszuk el az ismeretlen termést. A gyümölcs szezonnal egy időben nő a terméslopások száma is, ami azért lehet veszélyes, mert az eltulajdonított gyümölcsökön rajta maradt a permetszer. Ezeket legtöbbször áron alul értékesítik a tolvajok. Szinte földig hajlik az almafa ága, olyan sok rajta a termés, itt az Ungvár utca végén minden évben sok alma terem ezen a fán. A környékbéli pletykák szerint ebből a termésből kiváló pite készül, a fa mégis gazdátlan, nem is gondozzák. Erdőkben kirándulva sok helyen bukkanhatunk elhagyatott gyümölcsfákra, csak hogy ezek termését nem célszerű elfogyasztani. Itt van ugye a kalicivírus. Az általunk megkérdezett növényvédelmi kertészmérnök szerint többféle problémát okozhatnak a talált gyümölcsök. Pilman Gábor azt mondja, vadon termő, gondozatlan fa termését ne fogyasszuk el. Lehetnek olyan táblak szélén, ahol gyomirtoztak, lásd napraforgott, lásd kukoricát, amit ugye
leszednek a bodzát, leszedik a csipkebogyót, leszedik a kökényt, a vadkörtét, a mirabolánt, a vadszilvánt, ugye, és e tekintetben lehetnek olyan problémák, amik később jelentkezhetnek mérgezési tünetek, és e tekintetben óvatosan kell eljárni. Rekeszekben áll a sok kajszibarack, ezeket nemrég szüretelték le. Hamarosan véget ér a kajszibarack szezonja, egy-egy termés azonban még maradhat a fák ágain. Hivatlan vendégek ugye leszedik, lenyűvik, lefejik a fáról, és lépcsők mentén vásárcsarnok sarkába árusítják, olcsón adom, drága mama, vegye meg tőlem, és ugye mi ezeket lepermetezzük betakarítás után, tehát vannak itten komolyabb növényvédőszerek is, amik mérgezési tüneteket idézhetnek elő. Szakértők azt tanácsolják, fogyasztás előtt minden gyümölcsöt mossunk meg jó alaposan. Még a koporsókat is elvitték a NAV pénzügyőrei az adósoktól az utóbbi időben. Traktort, bárszéket, pizzakemencét is vittek, ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott tartozás erejéig ingóságokat is lefoglalhatnak. A legnagyobb értékű foglalások listáját egy 15 millió forint értékű mezőgazdasági vontató vezeti, amelyet alkoholtermékek lefoglalása követ több mint 14 millió forint értékben. A pénzügyőrök idén eddig csak nem 224 millió forint tartozás végrehajtásáról intézkedtek, amelyből az eredményes ingófoglalás és az önként teljesített összeg megközelíti a 100 millió forintot. A 2013-14-es tanév több szempontból is különleges volt a Gandhi Gimnázium és Kollégium életében, írja a Pécsi Napilap. Egyrészt éppen egy évtizede csatlakozott az iskola a hátrányos helyzetű tanulókat segítő Arany János kollégiumi programhoz, és épp 10 esztendeje indította el felnőtt tagozatát. Harmadrészt, és ez a legfontosabb, Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézményében az oktatás pontosan 20 évvel ezelőtt kezdődött meg. Ami pedig a következő tanévet illeti, a nemzetiségi tananyag fejlesztése, az erőforrások biztosítása, a hátránykompenzálás, a tanulók utánkövetése, valamint az oktatás infrastruktúrális hátterének továbbjavítása is fontos feladat lesz, mondta Déri Ildikó igazgató. A jubileumát ünneplő Püspök Szent Lászlói Életrendezés Háza vendége volt Henri Boulard, híres egyiptomi jezsuita atya, számos sikeres lelkiségi könyv szerzője. Boulard atya péntek este mit jelent ma az új evangelizáció címmel tartott előadást a Pécsi Székesegyházban. Az egyházban három területen van szükség reformra, mondta Henri Boulard egyiptomi jezsuita atya író. Dogmatikai téren a hitet úgy kell újra gondolni, hogy azt mai érthető nyelvezettel fogalmazzuk meg. A második pasztorális téren szükséges átgondolni, hogyan épüljön föl az egyház, úgy, hogy az emberi közösség legyen. Az új evangelizáció harmadik területe a misztikus dimenzió. El kell ismernünk, hogy az egyház túl adminisztratív, túl intézményes, túl formális. Hiányzik a lélek fuvallata, a lélek melegsége, a lélek tüze. Mivel ezt nem találja meg az egyházban, sok ember Ázsia felé, a keleti spiritualitások, a New Age és a guruk felé fordul. Nagy kár ez, mert csodálatos misztikus hagyománnyal rendelkezünk, amit csak újjá kell éleszteni. Úgy gondolom, ez a forrás, ez az alap. Tehát ez az a három terület, amelyiken komoly reform megtételét javaslom. Nincs keresztény közösség, ha nem elsősorban emberi közösségekre épül. Emberi közösség pedig az a hely, ahol az emberek ismerik egymást, ez egy család, tette hozzá Boulard atya. Az egyház mindig megújulásra szorul. Nem azért, mert rossz lenne, nem azért, mert mindig az újat keresné, azért, mert élet. Azért, mert Isten szent lelke élteti a benne élőket, bennünket. És természetesen ez kíván egyfajta szabadságot is. Ne eszközeinkhez, ne hagyományainkhoz, főleg ne azokhoz a hagyományokhoz ragaszkodjunk, amelyek nem az életet szolgálják. A kopt keresztény egyházatya előadása Kocsis Fülöp görög katolikus püspököt is reformokra sarkalja. Meglátjuk, hogy hogy működik, de szeretnék nagyon eljutni mindenkihöz, akit ez csak lehet, aki esetleg ugye nem jön el a templomba, erről beszélt Boulard atya is, hogy a világháló lehetőségeit erre föl kell használni, mert van mondani való.
Nem azért, mert püspök vagyok, hanem mert megtért ember vagyok. Mert én is ugyanazt az utat jártam, én is egy vagyok a plebsből, a népből, csak hát egy nagyobb feladatot kaptam. Szombaton Püspök Szent Lászlón a 20 éves életrendezés házát és az alapító Váci Jenő atya születésének 100. évfordulóját ünnepelték, amin szintén részt vett Bulád atya. Ott időt adni a léleknek címmel tartott előadást a jezsuita teológus, melyben a lelki gyakorlatok fontosságát hangsúlyozta. Mindum Károly és Antal Zoltán kiérdemelte a dupla vasember elismerést. A két pécsi sportoló a dupla Ironman világkupán szerepelt kiválóan. Ez a verseny 7,6 km úszásból, 360 km kerékpározásból és 84,4 km futásból áll. A világkupán a legjobb észt francia, osztrák, görög triatlonisták vettek részt. 23 indulóból Antal Zoltán 13. helyen végzett 33 óra és 30 perces idejével. Előtte ért célba 12. helyen Mindum Károly. A két amatőr sportoló a Fitbike eseszíneiben vett részt a világkupán. A mezőnyben olyan versenyzők is voltak, mint Szőnyi Ferenc, aki 20 nap alatt 20 Ironman fejezett be, méghozzá világcsúccsal, és Rokob József, aki a 30 nap 30 Ironman világbajnoka. Kell valaki, aki példát mutat és elíteti vele azt, hogy ezt meg lehet csinálni. Ez az én esetemben Tamás Zsolt, utatiaton világbajnok volt. Az idei, az már a második volt részemről, elég nehéz pályát jelöltek ki a szervezők, és a meleg is megnehezítette a dolgunkat, de hát sikerült azért itt most is célba jönni. Összesen 6 arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar sportolók a 11. egyetemi birkózó világbajnokságon. A szabadfogású birkózók léptek először Szőnyegre a VB-n. Gulyás Zsombor, Szabó Mihály és Csercsics Richárd egyaránt harmadikként zárt. Aztán a hölgyek is bekapcsoltak a küzdelmekbe. Barka Emese aranyérmes lett az 58 kg-os súlycsoportban. Aztán a kötött fogásúak színelépése rögtön 2 arany és 1 bronzérmet hozott. Előbbi 2 olimpiai ezüst érmesünk, Lőrinc Tamás és Németh Iván, utóbbit Madarasi Gábor vívta ki. Szombaton Szabó László, majd Lám Bálint, a VB legutolsó párharcában pedig zárásként Éger Krisztián is arannyal gazdagította a magyar érem kollekciót, ezzel hozzájárulva a kötött fogásúak csapatpontversenyének magyar győzelméhez is. Most pedig nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Korszerűbb, biztonságosabb lesz a közlekedés. 60-nal is lehet majd menni. Elhagyott és gazdátlan. Kalici vírusfertőzést is okozhatnak a gazdátlan fák gyümölcsei. Az egyháznak reformokra van szüksége. Henri Bulád egyiptomi jezsuita atya tartott előadást Pécsett. Ez volt a Pont ma, a Pécs TV hírműsora. Kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!